Sziasztok, én Aliz vagyok, és elérkeztünk a várva várt Back to School videómhoz. Ugyebár tavaly megígértem nektek, hogy idén ezt elkészítem. Még mielőtt belevágnék ebbe az egészbe, annyit elmondanék, hogy most megyek elsőbe, ami Magyarországon 9. Készítettem is már egy ilyen továbbtanulós videót, amit ide kattintva meg tudtok nézni. Még csak annyi, hogy igazából fizetek, még nem tudom, hogy melyiket, melyik tantárgyra fogom használni. Random vettem jó párat, aztán majd kiderül. Na kezdjük el! Kezdeném a táskámmal, ami egy ilyen Kangen táska lesz. Egy ilyen sima fekete, és ez a nagyon méret. Ez a táskám a Travelbug Store-tól van, és tőlük van már egy másik Kangen táskám is, ami nem teljesen fekete, hanem van benne vörös, és az a közepes méret. Ez pedig a nagyobb. Meg sokan is kérdeztétek, hogy honnan van, úgyhogy itt a kérdésetekre a válasz. Ugye van itt egy kisebb része, ide bele lehet rakni ilyen fülhallgató, telefon, mindenfélét. Majd van itt egy ilyen rész, van benne még egy ilyen. Egyikbe fogom a füzeteket tartani, a másikban meg a könyveket, a másik részét mutatnám is. Itt is van a másik, meg itt még az oldalán van ilyen italtartó, hogyha így mondják. Úgyhogy ezt én tényleg nagyon tudom nektek ajánlani, én nagyon szeretem ezeket a táskákat. Következő dolog az egy ilyen adidasos tornazsák, ezt mostanában vettük. Kis ponton. Egy ilyen egyszerű fekete. Van itt pár ceruza, itt van 4 grafit, mindegyik ilyen különböző színbe. Vettem 2 ezt a piros-kéket, ez amúgy mindig kell, szóval. Itt egy aranyos ilyen rózsaszín kék örökíró, akarom mondani, toll. És veszem még egy lilát is, nem tudom hol van, majd előkerül. No, mindegy, akkor itt egy ilyen kék egyszerű hegyező, és meg itt van egy ilyen egyszerű törlőgumi is. Na nézzük, van itt egy ilyen órarend, igazából ezt ugye nem vettem, hanem ezt a, amikor vásárolunk füzetet, akkor kapunk mellé. Meg tudom, hogy van még egy minyonos órarendem is. Itt van egy ilyen kis aranyos, flamingós notesz. Ilyen egyszerű vonalas, de most egyik nap, mikor a tavalyi füzeteim pakoltam ki, akkor itt még találtam még 2 noteszt. Van egy ilyen aranyos, fánkos, meg egy ilyen világos, ami amúgy nagyon jól néz ki. Itt egy egyszerű ilyen több színű kömjelző. Vannak itt ilyen vignette, vagy nem is tudom, azt nem így hívják. Fehér az összes, ugye füzetekre kell ezt ráragasztani, és ráírjuk a nevünket. Meg tegnap pakoláskor találtam még egy ilyen füzetet, ami kockás. És amúgy rengeteg kockás van, na mindegy. Jó, ez nagyon csúnya. Itt egy ilyen sárga smiley-s füzet. Egyszerű vonalas. Még egy smiley-s füzet, de amúgy ezek nem tetszenek, csak így úgy szint vonalas. Itt egy ilyen színes füzet, ez már valamennyivel jobban néz ki. Úgy szint vonalas ez is. Nem is néztem, itt egy baraborás füzet. Az az egyik álmom, hogy oda eljussak. Szintén vonalas, szerintem a vonalasokat ilyen angol, német, szerb ilyenekre fogom használni. Megint egy smile is, de ez már valamennyivel jobb, mint az előző 2. Nem kell mondjam, ez is vonalas. Sima masni is, ilyen lila. Látjátok, nem is kell mondanom, mert már annyiszor kimondtam. Itt van még ez a 3 kis formátumú füzet maradt. Ez a kedvencem, ez annyira jól néz ki. Vonalas. Ez is amúgy nagyon jól néz ki, ilyen márványos, vagy ez a márvány. De tetszik. Majd itt van még egy ilyen, és ez is vonalas. Van még egy ilyen New York-os füzetem is, ami nagyon-nagyon jól néz ki, és ez ilyen vastagabb. Maradtak a nagyformátumúak. Itt van egy ilyen rómás füzet, amúgy... Ez is kockás. Hoppá, szuppá. Rio de Janeiro.
Ez a fizet is amúgy nagyon jól néz ki. Ó, itt voltam. Ha esetleg új vagy a csatornán, csak hogy még így húzzam az időt. Ide kattintva a braziliás vlogom is. Inkább majd a Rióshoz vágom be ide. Szóval azt is meg tudod nézni, és a többi braziliásat is esetleg, ha még nem láttad. Don't try to change me. Ez kemény fedelű és vonalas. Szintén még egy kemény fedelű, ami ilyen rózsás, szintén vonalas, milyen más nélkül. Itt van a minyanos órán, de az nagyon arra, és ezt meg kell mutassam. Meg itt van még pár szöveg kiemelő, amit vettem, aztán még itt maradt pár tüzet. Vettem minden színből egyet, jó, nem mertem, úgy volt lila is. De van itt ilyen sárga, rózsaszín, narancssárga, kék, tök jó. És még ez a néhány füzet van, de még mindig nincs van az a lila örökírón, pedig az nekem kell. Ez esküszöm, amúgy jól néz ki, nem tudom így mennyire adja át. És ez is kockás. Ennyi kockásat vettem amúgy. Ez ilyen hologramos füzet, ami kockás. Mi van? Azt kell mondjam, jól bevásároltam. You make my heart sing. És nem látom a kamerában. Ez is kockás! Nem hiszem el. Őszintén amúgy azt hiszem ennyi a Back to School videóm. Most így 15 perc, de nem tudom, hogy hány perc lesz, mikor megvágom. No, de mindegy, megígértem nektek, hogy idén ezt elkészítem, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, meg úgyis lesz még amúgy pár dolog, amit be kell majd így szereznem, de most így egyelőre ennyi. Ha tetszett, mindenképp lájkoljátok, ha nem vagytok, iratkozzatok fel a csatornámra, még egy kicsi kell a 100 000-re. No, de puszilak mindenkit, jók legyetek, sziasztok!